A nagy reflektorfényt kapó területek a kiemelt csapatsportok mellett ott dolgoznak a mindennapokban az utánpótlás és felnőtt korú sportolók sikerességéért, a tehetségek felkutatásáért, kineveléséért olyan küzdő sportok is, mint például az ökölvívás. Ezt a tradicionális küzdő sportot, egészen pontosan a sportág utánpótlás nevelését mutatjuk be a következő percekben önöknek, a Hellfight Klubban folyó nevelőmunka segítségével. Talán nem is gondolnák a kedves nézők, de ez a felvétel, ami nagyon elszánt, fegyelmezett ökölvívók láthatóak, a Hellfight Klub legfiatalabbjainak edzésén készült. Ugyanis ahhoz képest, hogy életkorukból adódóan ők még nagyon az elején járnak sportágokkal kapcsolatos tanulmányaiknak, nagyon komolyan dolgozó, fegyelmezett növendékekről beszélhetünk. A miskolci sportélet utánpótlásával foglalkozó összeállításunk újabb részeként most az ökölvívás hátországát ismerhetik meg. Ez a csoport, akit most láthatunk, ez teljesen egy kezdő csoport, ami azt jelenti, nekik heti két edzésük van, kedden és pénteken. Ők most kezdik megismerni a boxnak az alaplépéseit, a mozgás, ütéseket. Magát az erőllétet is még csak kezdjük nekik felépíteni. Egy ilyen kezdőcsoportnál nagyon fontos, hogy felmérjük, hogy milyen gyerek milyen állapotban van. Akik ide kerülnek, nem mindenki ugyanidő már előtte sportot, van, aki még abszolút semmilyen sportmúlttal nem rendelkezik. Ugye itt csinálunk egy ilyen általános erőfelmérőt, megnézzük a hasizom erejének a nagyságát, aztán a lábizom, milyen a dinamikája, milyen magasra tud felugrani, és ezek után ugye ahhoz képest állítjuk be nekik az edzéseknek az erejét. Na most az maga a szakmai rész az úgy fog történni, mindenkinek az alapállást ugye megmutatjuk, a mozgás koordináció, először a mozgások vannak csak, aztán az ütéseket, ugye minden ütést végigveszünk velük, az egyenest, a horog, a felütés, majd aztán ezeket az ütéseket zsákon fogják gyakorolni, nincs még egymással ugye kontakt, amikor a zsákon már jól tudják, akkor jönnek az ütéseknek a védése. Amikor ezek a dolgok is megvannak már, megy az egyes ütések, annak a védése után, összetett ütések, annak a védése, akkor csináljuk egy ilyen feladatos jellegű boxot, de még igazából kontakt nincs fejre, hanem igazából csak testre, meg egymás kezére mennek az ütések, és amikor ezek már tényleg jól működnek náluk, akkor van az, hogy ilyen feladatos kesztyűzéseket alkalmazunk náluk, és itt úgy is kiderül, hogy ki az, akinek van hozzá tehetség, meg aki is tovább akarja ezt vinni, ezt a sportot is versenyezni szeretne. Azok a gyerekek átkerülnek a másik csoportba, ahol a versenyzők vannak, és ott már egy olyan közegben találkoznak a többi fiúval, a lányokkal is, akik versenyeznek, hogy ott sokkal könnyebben fogja megtanulni már magát a küzdelmet, hiszen az egy olyan gyerekekkel tud küzdeni, akik tud rá vigyázni, nem azon, hogy a két kezdő egymásnak esik, és akkor adok-kapok van, hanem ott egy érettebb versenyző tud vigyázni a kezdő versenyzőre, és akkor úgy zajlanak ezek a feladatos kesztyűzések. Mindjárt itt van talán az első meglepetés egy kívülálló számára. Ugyanis a kemény kontakt sportágban, az edzéseken, a meccseken nagyon fontos a fegyelmezettség, az, hogy megfelelő legyen a technika, hiszen mind aki adja, mind aki kapja. Akkor maradhat sérülésmentes, ha megvannak a megfelelő sportági alapok. Ezt már az elejétől kesztyűs gyakorlatokkal sajátítják el. Régen még picit tovább kitolódott, amikor mit tudom, két hónapon keresztül csak alapállást gyakoroltuk tükörrel szembe. Ma már kicsit ugye gyorsabb a világ, és a gyerekek is hamarabb megvonnák, hogyha csak ez működne. Úgyhogy az első pár edzés után azért már itt fölveszik, sőt van, aki már a második edzésen fölveszi a zsákoló kesztyűt, és akkor vagy az ütőfalon, vagy a zsákon csinálja már az ütéseket, kipróbálja, nem csak a levegőben. Egy a sportággal még ismerkedő kezdő ökölvívó esetében ez az első nehéz lépés? Vagyis amikor kontrollált körülmények között felügyelet mellett, de ütést kell bevinni a vele szemben álló társnak? Ezt mennyire nehéz leküzdeni, átlépni? Nekem kell őket csillapítani, mert amikor van egy feladatos gyakorlat, hogy mondjuk ütünk egy egyenest, a másiknak el kell hajolni és visszaütni, vagy kettős fedezékkel levédeni, ezeket általában nagyobb erővel ütik, úgy szólunk nekik, hogy ez még csak gyakorlás, úgyhogy nem kell, itt nem az erő a lényeg, igazából a távolság, meg azt, hogy gyakoroljuk, hogy az ütésnek a sebessége sem kell, hogy maximális legyen, az ereje sem, a
feladat az, hogy lassabb ütés, a védés a lényeg, és abból esetleg a visszaütés. Vagy csak a védés, vagy védésből visszaütés. Szóval nem teljes erővel ütnek, de hát mindig el van nekik mondva, de igazából a gyerekek nem szokták ezt olyan nagy nehézséggel fogadni, hogy meg kell ütni a másikat, bátran szokták ezt csinálni. A motiváció, a tanulni akarás tehát megvan, rendben van, de a létszám megfelelő? Általában ezen az edzésen ilyen 20 és 25 fő szokott lenni, úgyhogy azt mondom, hogy ez teljesen rendben van, ettől nem több. Sőt, legutóbb már szólnom kellett, hogy létszám stop, szülők ugye jelentkeztek, hogy hoznák a gyereket. Most picit álljunk, de ugye a terem adottságai ekkora, amekkora. Több gyereket sajnos egyszerre nem tudunk fogadni. És ezután lévő csoport ugye már a versenyzőkész, szóval ebben az egy órában egy gyerek maximum, amivel lehet normális minőségi munkát csinálni. Minden sportágban utánpótlás képzésben ott van az a folyamat, amit természetes lemorzsolódásnak nevezhetünk, hiszen nem egyforma a motivációs szint, nem egyforma senkiben sem a kitartás, az akarat mértéke. Éppen ezért a most látható gyermeklétszámnak csak a töredéke jut majd el odáig, hogy versenyeken is szerepeljen. Én azt mondom, ez a 25 főből szerintem 2, max. 3 fő lesz, aki ténylegesen át fog kerülni másik csoportba, és abból a későbbiekben versenyző is fog válni. De már az is egy jó arány szerintem, hogy 25-ből a 3 főt meg tudunk tartani, és a saját korosztályban tud majd versenyezni, az már nagy dolog. A kép előterében, fekete nadrágban a 11 esztendős Szabó Luca és a mögötte fehér felsőben fekete nadrágban látható testvére. A 13. életévében járó László a jövő reménységei közé tartozik. Már a legelső edzéstől kezdve átlag feletti képességeket mutat a testvérpár, többek között rájuk is nagy ígéretként tekintenek az edzők. Mindenki, így a testvérek is megkapták a maguk útmutatását a szakemberektől a helyes technika elsajátítása érdekében. Azt mondta, hogy egész jól haladunk már, és amikor nem csinálunk valamit jól, akkor egész jól megmutatja, hogy hogy csináljuk. Így már adódott is a következő kérdés. Megfelelő volt a tartás? Megfelelő volt a mozdulatok dinamikája? Igen. Például, ha leengedem egy kicsit a kezemet, akkor szól, hogyha feljebb engedjem, nehogy akkor ide üssenek, és így megvédjem magamat, vagyis az arcomat. Luca és Laci is nem egészen 2 hónapja járnak már edzésekre. Tökéletes alanyok voltak azoknak a kérdéseknek a megválaszolására, hogy eddig minden a tervek szerint halad? Azt kapták a sportáktól, amire számítottak? Hogyan kezdődött az egész 2 hónappal ezelőtt? Nagyon jó. Örülök, hogy elkezdhettem igazából sportolni, meg egy csomó dolgot így már meg tudok csinálni. Mert én nagyon vonzó vagyok a küzdősportokhoz, és szeretek így a tesómmal is így verekedni, meg hát igen, és ezért boxolok. És otthon ki szokott győzni? Általában a testvérem. Még. Kicsit izgultam, amikor bejöttem, de amikor már elkezdődött az edzés, akkor már éreztem, hogy ez jó lesz és hogy tetszik. Mivel már sportoltam mást, és ezzel már hozzá vagyok szokva így a testmozgáshoz és az ilyesféle dolgokhoz. Judóztam, és küzdősport az is. Sportpályafutásuk során Luca tehát már a második küzdősportot választotta ki magának. De tekintve, hogy még csak 11 esztendős, mit szóltak a sportágához az iskolában, például az osztálytársak? Mit szóltak a barátok? Mit szólt a család? Kicsit meglepődnek, hogy így lány létemre ilyeneket sportolok, de örülnek neki, mert ha például meg kell védenem magamat, akkor meg tudom magamat védeni. Mindig, minden esetben van valami, ami miatt a gyerekek megszeretik választott sportágukat. Mi volt mindez az ökölvívás kapcsán? Hát az ütések. Nagyon meg szeretnék tanulni ütni rendesen. Nem csak így bohózkodásból ide-oda rángatni a kezemet, hanem normálisan ütni. Meg hogy erős is legyek valamennyire. Hát majd későbbiekben versenyezni is szeretnék. Az utánpótlás összeállításaink visszatérő eleme, hogy miként tudják az érintettek az adott terület kihívásait, elfoglaltságait összeegyeztetni a tanulással, az iskolával. Igazából elkezdtem ugye sportolni, és akkor már nem is akartam abba hagyni, meg már az anyáik is mondták, hogy már ne hagyjam abba, már nagyon jól megy, és akkor így. Ők is örülnek, hogy sportolok igazából. Edzés után szoktam általában tanulni. A testvérpár idősebb tagjától arról érdeklődtünk, hogy ki hozott el kit az első edzésre, ki kezdte el hamarabb a box tréningeket. Egyszerre. Mindenképp szeretünk volna valami sportot, és már régebb óta ezen gondolkoztunk, és hát utána a szüleink látták ezt a helyet, és úgy, meg egy haverom is ide jár, és amiatt. Miután a testvérpár mindkét tagja judózott, előtte rákérdeztünk arra is, hogy tudtak valamit hasznosítani előző sportágukból? A lábmunkát, azt talán, és a gyorsaságot, meg a reflexet.
nyilván. Az elején nem ment még olyan jól, még van mit fejlődni, de nagyon tetszett már az elejétől az edzés, és ez még azóta is így van. Az edzésen Laci és a vele párban lévő csapattársa is meghallgatták az edzői útmutatásokat. Nekik mind kellett változtatni, és mi az, ami jó volt? Kezemet tartsam fentebb, és jobban zárjam össze a kezeimet. Nyilván sok dologra oda kell figyelni, és hát nehéz is, igen. Mert sok dologra, amire oda kell figyelni. A reflex, az szerintem sokat számít. És ezzel hogy vagy? Még van mit fejlődnie. Például, hogy edzük a reflexünket, hogy minél gyorsabbak, minél hirtelenebbek legyünk? Hogy lehet erre készülni? Szerintem ilyen módszerekkel, eszközökkel, például reflexlabda és ilyenekkel szerintem. Mi a helyzet Laci esetében, amikor vele kapcsolatban derül ki, hogy ő bizony boxedzésekre jár? Igazából kinél hogy van. Valaki úgy megijedt, vagy ilyen rémül, fura neki, de valakinek meg ilyen teljesen oké is. Csak akkor lehet edzésre járni, akkor mehet a kiválasztott sporták, ha az iskolában minden rendben van? Tettük fel a kérdést a testvére. Anyának suli az első, legfontosabb, és amellett még a sport, de hogyha sport mellett nem fog menni, akkor úgy nem, azt mondta. És megy majd? Megy. A Szabó testvéreket hallgatva nézve nagyon egyértelmű, hogy érdemes kipróbálni a sportágat, hiszen remek fizikai alapokat ad. De bárki jöhet? Mindenkinek ajánlható az ökölvívás? Hogy aki épp és egészséges, az mindenképpen próbálja ki, független a testalkatától, hogy most picit vaskosabb vagy vétnyabb. Ez nem azon múlik, hogy kimondottan fel van itt állítva, hogy milyen genetikával lehet csak ezt a sportot kipróbálni. Mindenki próbál ki. Az idő úgyis eldöntő, ki az, akinek megvan a megfelelő adottsága, meg a kitartásához, hogy aztán később versenyző váljon belőle. Maradva az utánpótlásnál, de már arra korosztályra váltva, akik már versenyeken indulnak. Április 3-ától 6-áig Pécs városa ad majd otthont a serdülő és junior magyar kupának. Remélhetőleg akár a Szabó testvérek, akár bármelyik csapattársuk sikeréről szólnak majd a hírek a közeljövőben.